Éppen 100 g kanabiszt adott el egy 43 éves martonfai díler egy 39 éves dombóvári férfinak, aki később szintén értékesíteni akarta az árut, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek. A házat, ahol elfogták őket, telephelynek használták. Kollégáim az akció során mindkét férfit elfogták, majd kutatást tartottak mindkettőjük otthonában, a telephelyen, valamint az egyikük gépkocsijában. Ennek során élő és szárított kanabisz törmelékeket, illetve már becsomagolt drogokat és az eladáshoz szükséges eszközöket foglaltak le az egyenruhások. A két férfit, 43 éves martonfait, illetve a 39 éves dombóvári férfit gyanúsítottként hallgatták ki kábítószerkereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Kollégáim mindkettőjüket őrizetbe vették, és előterjesztésük alapján az ügyészség indítványozta letartóztatásukat. A dombóvári járás bíróság a két drogdílert a napokban letartóztatta.